Sziasztok, köszöntelek benneteket! Ebben a videóban jó néhány nagyon izgalmas kalandot szeretnék megosztani veletek, és arra gondoltam, hogy minden egyes ilyen rész előtt elmondom, hogy mit láthattok röviden. Szóval július elején ellátogattunk a sziget másik oldalán található kanyonba, és a következő percekben a kanyonról készült videókat láthattok. Nem tudom, hogy mennyire jön át a videókon, mert ugye bennem ott van az élmény is, meg az érzés, az az emlék, hogy mennyire erőteljes volt az a látvány, mekkora tágasság van, micsoda színek voltak, ahogy a barna, a zöld, különböző árnyalatai együtt táncoltak az ég kékjének különböző árnyalataival. Elképesztő látvány volt tényleg. Egyszerre egy olyan mélység és magasság volt ott a kanyonban, hogy igazán rá lehetett hangolódni arra, hogy a lényünknek a tágassága az milyen hihetetlen. Hiszen ha ezeket az élményeket a természettel úgy tudjuk megélni, hogy tényleg egyek vagyunk vele, és érezzük, hogy mindez bennünk van, és én nem csak ez a kicsi kis ember vagyok ezzel a törékeny testtel, hanem ez a tágosság, ez a szépség engem tükröz vissza, akkor ezek az élmények igazán-igazán átalakítóak tudnak lenni, hiszen emlékeztetővé válnak a lényünk igazságára. És ezért vagyok hálás azért is, hogy most jutottam el Hawaii-ra, nem néhány évvel ezelőtt, amikor 7 évvel ezelőtt, amikor először felmerült az ötlet. Szóval élvezzétek a videókat, és nagyon remélem, hogy valami azért átjön ebből a sok színűségből, ebből a tágasságból, amit én ott éreztem, amikor ebben a kalandban volt részem. Íme. Thank you.
És aztán a kanyon után, még aznap ellátogattunk a nappali partvidék másik oldalára. Hogyha emlékeztek, az a videó, amikor felmentem a hegy tetejére, és beláttam azt a partszakaszt, az óceánt, meg ezt a nagyon érdekes mintájú, vonulatú hegyvidéket, az akkor a sziget észak-keleti oldaláról közelítettük meg. És ezúttal pedig, ahhoz, hogy a kanyonba eljussunk, autóval így körbe kellett menni a sziget körül, így dél felől, tehát délnyugat felé, és aztán fölértünk oda a sziget. Ezeket kell vizuálisan látnom magam előtt, hogy jól tudjam mondani. Tehát a észak-nyugati részére, ahonnan ezek az elképesztő partszakaszok láthatóak, és az óceán összeér az éggel, az óceán kékje összeér az ég kékjével, végtelenség. És az az érdekesség, hogy ott azon a szakaszon, ahol van ez a nappali partvidék, ott nem lehet autóval közlekedni, csak van egy ilyen körülbelül 11 mérföldes túraszakasz, de állítólag elég veszélyes az a szakasz, mert néha nem igazán látni rendesen a túraútvonalat, és voltak, akik ott balesetet szenvedtek, meg ilyesmi. Szóval én ugye akkor, mivel úgy idő sem volt rá, meg egyedül akkor nem akartam menni, mert a Patricia már megjárta azt a szakaszt, és most nem volt kedve újra menni rajta. Az egy teljes napos program lett volna. Tehát én akkor csak ugye a fél mérföldes mérföldkőig mentem fel. De ugye ezúttal, ez egy másik nap volt, megközelítettük a sziget másik oldaláról, és akkor tárult elénk ez a csodálatos látvány. Akkor jöjjön a következő kaland.
ezen a napon a Wailua Riveren, azaz a Wailua folyón volt egy hajókirándulás. Ez olyan másfél órás program volt. Végighajóztunk a folyó egy részén, és aztán kikötöttünk útközben, hogy meglátogassunk egy vízesést. Mivel ez most a száraz évszak, ezért sajnos annyira sok víz nincsen benne, de így is érezni lehetett a dzsungelnek ezt a nagyon érdekes hangulatát, azt, ahogy mentünk bele a dzsungel belsejébe, mint egy ilyen ölelésbe mondhatni, és ezen a részen, ahol ez a vízesés található, és ahol ez a hölgy, majd meglátjátok, ezekkel a kecses mozdulatokkal eltáncolt egy ilyen táncot, amit esküvők alatt szoktak táncolni. Ott szoktak esküvőket is tartani. És itt került sor arra a táncra is, amit az a hawaii hölgy ilyen nagyon kecses mozdulatokkal eltáncolt nekünk. Ez egy nagyon szép látvány volt, mert igazán megindító volt érezni benne ezt a szent női energiát, ami így ragyogott belőle. Itt a táncot majdnem teljességében benne hagytam, hogy beleérezhessetek ebbe az energiába, ami áradt ezekből a hawaii hölgyekből, miközben ott zenéltek és táncoltak nekünk.
már hallani lehet a vízesést. Oda tartunk most. Végre közelről is fogok látni egyet. You made it! Now a grotto. A grotto is just a shallow cave, normally the ending of a lava tube. This grotto, this cavern, goes in about 20 feet. It's... Over here? Oh yeah, yeah. Yeah.
Boy, the sea is rough. Yeah. Remnants of Hurricane Darby. Darby. Ugye milyen jó volt látni, ahogy ilyen kecsesen mozgatta a karjait és az egész testét. Bennem nagyon mély nyomot hagyott az a tánc, ennek a hölgynek a mozdulatai. És aztán a hajó kirándulás után pedig elmentünk vacsorázni az óceán parton lévő egy ilyen party klubba, Lava Lava Beach Club, és nagyon-nagyon finom ételeket ettünk. Imádtam azt a kávés sajtortát, ami a saláta után desszertként még szépen kipárnázta a gyomrunkat. Persze elmaradhatatlanak voltak a köztünk mászkáló kakasok és csibék. Most már egészen megszoktam, ahogy ott járkálnak köztünk, és mindenhol ott vannak a szigeten. Ahogy hallottam, több kakas és csirke van a szigeten, mint ember, úgyhogy nem csoda, hogy mindenhol látni őket. És akkor pörögjenek a képek, hogy lássátok is, hogy miről beszéltem itt. Kalandot szántam ebbe a videóba. Remélem élveztétek, és ismét bele tudtatok érezni még jobban ezekbe a hawaii energiákba, az életérzésbe, a természet szépségeibe. És hamarosan egy következő videóban még több kalandot megosztok majd veletek. Addig is áldott, csodás napokat kívánok nektek. Merjetek ti is álmodni, és követni a szívetek vágyát. Sziasztok!